Most is jelentkeztek diószegről, lehet az időjárás miatt nem sikerült, hogy eljöjjenek. De például aki jelentkezett, és az este hívott fel, hogy hát jöhet-e ő tehát ilyen igehirdetési kurzusra, és hát mondom, persze jöhetsz, azt mondja, jó van, de én világtalan vagyok. Tehát nem lát az illető, hogy jöhet-e. Persze, jöhetsz, én elmondom, van, akik látják is, de a lényeg, amit hall, igaz? És aztán, amit elsajátítasz, az ige hallásból van. Tehát nagyon sok szeretettel várunk. Úgy látszik, hogy nem sikerült erre az első alkalomba eljöjjenek, de szóval bárki, aki akar fejlődni, lehet, hogy fejlődjön. Ha analfabéta, ha világtalan, vagy más, nem vele született tehetségek, de kialakulhatunk. Na de hát, tehát, amely, hogy megyünk tovább, tehát nem csak ez a kifinomult dolgok, meg stílus, meg akadémiai tanulmányok, műveltség, mert ha megyünk visszafele egy kicsit, Isten ügyének prédikátorai minden társadalmi rétegből való emberek voltak. Tehát nem csak akik teológiát végeztek. Akik hiány voltak a szónoklat díszes ékeszólásának, elvetve a nyilvános diszkurzus törvényes hagyományait, egyszerűen és erővel hirdették Jézus Krisztust. Tehát nem azt jelenti, hogy például most is itt vagytok, hát nem végeztetek egy is a teológiát. Nem ez a lényeg, hogy valaki teológiát végezzen, hisz az előbbi, ha térünk vissza az előbbi misszió kurzusunk egyik kis részletére, amikor is most már milyen tendencia van Amerikában egyes konferenciáknak. Egyik konferenciában van 39 lelkész, és abból 11 laikus lelkész, ami azt jelenti, hogy soha nem végeztek el egy teológiai szemináriumot. Ilyen kis képzéseken átmentek, és 5 év távlatában lemérték, hogy a 28 teológiát végzett lelkész nem keresztelt annyit összesen, mint a 11 laikus lelkész, akik meg bizonyos képzésük volt. Tehát nem a nagy végzettség számít, hanem itt is mire utal vissza, hogy a régi időben is, tehát nem a különleges díszes meg szónoki tehetség, ékeszólás volt a döntő, hanem az, hogy egyszerűen erővel hirdetni magát Jézus Krisztus. Tehát mindenképpen a Szentléleknek a vezetésére bíz a saját magadat. Tehát az ő fő homiletikai képzésük nem más volt, mint a Szentléleknek a vezetése, a Szentléleknek az irányítása. És ennek a kurzusnak is, amit itt tartunk, és egész konferencia szinten tartjuk ezt, ennek is ugyanez volna az alapja, tehát erre helyezzük az alapot, hogy a Szentlélek kell, hogy vezessen bennünket abban, hogy jó igehirdetővé váljunk. Hogy persze segítünk módszereket és bizonyos dolgokat elsajátítani, ami segít bennünket ebben, de a legalap, a legelső az, hogy az Isten lelke vezessen. A hitelességről egy pár szót, tehát ugyanezeket a gondolatokat, ugyebár látjuk itt is, hogy célunk nem egy híres teológiai főiskola akadémiai szintjére emelni bennünket, mert nem tudjuk ezt megtenni, hogy most mit tudom én, milyen teológusokként végezzük ezt az iskolát, de szeretnénk kifejleszteni egy prédikálási módot, amelyet egyszerű bibliai üzeneteknek az átadása jellemez, és ami az embernek a lelki szükségletét, a természetbeli javítását, szellemét tudja fejleszteni. Bizonyos törvények vannak, amelyek szükségesek. A jó érzés, ami a józan ész törvénye, tehát egy tiszta gondolkozásra kell serkentsem, egy következetes gondolkozás és egy érzelmi elkötelezettség szükséges ehhez. Ezeket mind meg kell tanulni, amire majd hangsúlyt fogunk fektetni. És mindezt miért, meg hogyan? Tehát, hogy egy értható üzenetünk legyen, hogy meg tudják jegyezni az emberek, amit mondunk, és lényegében hova akar ez vezetni. Hogy azok az emberek, amit hallanak, változzon meg egy kicsit az életük.
változzon meg egy jobb irányba. Értsük meg jobban Isten igéjét, és segítsen egy jobb irányt venni. Na, tehát ezek a dolgok vannak, amelyek azt mondja, hogy nem valamely szónoki iskolához kötődnek, hanem azon rendből fakadnak, melyel Isten megpecsételte a teremtést. Tehát Jóisten is ezt szerette volna, és érthető módon szól az emberhez. Amit mond nekünk, azt szeretné, hogy az ember megjegyezze, igaz? Nem elfelejtse, engedelmeskedjen neki, és az engedelmesség által az embernek változik az élete. Tehát Jóisten fektette le ezeket a dolgokat, és így szeretnék az ige hirdetést is gyakorolni. Tehát azt mondja, ez a típusú prédikálás a hatást nem az előadásmódban keresi, hanem az igazságban és az életben, mely belőle fakad. Fontos ez előadásmód is, hogy hogy adjuk elő a dolgokat, de nem nagy hatást gyakorlatilag. Sok prédikától és egy felekezet próbál a prédikálás által valami hatást gyakorolni az emberre. Itt beszélek mondjuk a manipulációnak egy bizonyos fokáról, hogy hát erre sokkal még az éneklést is ugyebár felhasználják, hogy mielőtt neki kezdenek az ige hirdetésnek, akkor olyan énekekkel egyre hevesebbé fokozni azt a légkört, amiben vannak, hogy aztán amikor majd megszólal az Isten igéje, az megint aztán erővel, hatalommal, igaz, tehát ilyen karizmatikus szellemmel karöltve adják át, és akkor az emberek ugyebár egy ilyen eufórikus állapotba kerülhetnek, és akkor azt érzik, hogy na hát igen, ez volt az a valami. Holott ez a hatáskeltés, ez nem a mi ige hirdetésünknek a lényege, hanem lényegében az igazságot kell megérteni, és értelemmel felfogni. Mit akar a Jóisten tőlük, emberektől? Tehát azt mondja, a prédikálásod ereje nem annyira a homiletikai technikától függ, habár ezek is fontosak, amelyekre majd visszatérünk a kódus folyamán, hanem a Krisztussal való hiteles kapcsolatottól a Szentlélek által, és az ige igazsága iránti szeretetettől. Tehát, hogy jó ige hirdetővé váljál, az elsősorban attól függ, hogy mennyire hiteles a te Krisztussal való kapcsolatod. Ez nagyon fontos alaptényező, hogy komolyan szolgáljunk a Jóistennek, engedjük, hogy a Szentlélek vezessen, és szeressük Isten igéjét. Ha már nem szeretjük az igét, akkor hogy szeretnénk azt hirdetni? Igaz? Tehát az ige iránti való szeretet, ez nagyon fontos kell, hogy legyen az ember életében. És mostantól fogva a második részében egy pár kis gyakorlati dologra szeretnénk a figyelmet terelni, hogy valamit tanuljunk is, és valami körvonalazódás legyen a mi elménkben. Tehát három prédikáció típus, van persze több is, maga az írásmagyarázati, a tematikus, és maga az elbeszélő. Szeretettel köszöntjük a testvért, aki végépséget kívánok! Honnan jöttél a tepik? Diószegről vagy. Na, szeretettel köszöntünk tégedet. Mi már elkezdtük egy kicsit, a többiek nem volt, hogy még jönnek? Nem volt jelenleg. Az este feljövött engem még valaki, hogy talán jönne, de aztán nem sikerült. Na, tehát, tessék! Hát szerintetek hogy van? Kifejezni. Igen.
van is. Tehát maga a hatáskeltésben, tehát itt, hogy megemlítettétek, tényleg én is ismertem, és ilyen híre ment már az illetőnek, hogy például a temetéseken nagyon kihasználta ezt, hogy tehát annélkül is meg van eléggé sérülve az ember, amikor valakit elveszít, és akkor ott van a tett helyszínén, és fájdalmakat ér át, és akkor még fokozod ezt, és még olyanokat mondasz, ami még jobban összeszorítja a szívedet, emlékeket hoz vissza. Jó, bizonyos emlékeket kell visszahozni, mert na hát temetésen vagyunk, nem lehet, hogy nem beszélünk abszolút az illetőről, hogy ki van ott előttünk, akitől búcsúzunk, tehát valamiket kell említeni, de nem szabad ezt túlzásba vinni. És akkor még egy ilyen történetet még elmond, ami ezzel kapcsolatos, és akkor úgy, és akkor szegem úgy zokognak már sokan, meg valaki érzékenyebb is, és akkor érzi azt, hogy nem, most már mondtam valamit, na jó, hogy ringattalak benneteket is. És ugyanezt el lehet Isten tisztelet közben is mondani, tehát hogy az emberek érzelmileg megfogja őket, és akkor jaj, milyen szép volt, jaj, milyen jó. És akkor megyek haza, de semmit nem változik az életem. Tehát csupán ez a hatás ezért nem jó, mert nem az értelmet szabályozza, hanem az embernek az érzelmét. És tehát kell legyen egy középpont, kell legyen, mert például voltam egyszer még a Népstadionban, amikor még a Petivel, nem tudom, ti is voltatok, vagy nem voltatok, már nem tudom, már tudom, mert köteles tibítesre többen voltunk. Ugye már a karizmatikus hullámban volt, és akkor szerettük volna, hogyha visszatalál a helyes útra, és meghívott bennünket, egy szombat délután elmentünk egy ilyen alkalomra. Mindegy, ott nagy gyűlés volt, a több ezer ember összegyűlve, és nem sokat voltunk, mert elég volt az a kevés is, amit ott voltunk, de pont kivetítve volt, hogy milyen volt, mikor ők voltak Jeruzsálemben, és akkor ott levetítették, és egy nagy ember, nagy is volt, de az egész óriási képernyő, nem voltam képernyő, mint az egész fal itten, biztos, és csak a fejét mutatta, és ott prédikált az illető, de a lényeg az volt, hogy amit szeretnék kiemelni ebből az egészből, hogy azt mondta, hogy a mai keresztények, mondtam én azt, hogy leckér is, olyanok, mint akik citromlébe keresztelkedtek meg. Tehát nem jó az sem olyanok, mint egy fák, igaz? Tehát semmi érzék nincs bennünk. Tehát, hogy citromlébe keresztelkedünk meg, tehát ez egy ilyen jelképes kifejezés, tehát soha egy mosoly nincs az arcadon, soha, hát hogy képviseled, hogy örülsz Krisztusban? Tehát egy bizonyos Krisztusban való egészséges mértékkel való öröm, az kell legyen az emberben. És ezt kell tükrözni az éneklésünk is, és ezért szokszom mondjuk, hogy hát mosolyogjatok, mikor énekeltek, és kell legyen például az igehirdetés keretében, aki előadja is, hogy örül annak az üzenetnek, a szeretettel adja tovább, kéne átragadjon a tagságra is abból a dologból. Tehát szükséges egy jó középút ebből, mert Jézus Krisztus sem volt egy vihogó természetű, én úgy hiszem, de nem volt egy búskombor sem, igaz? Tehát egy bizonyos, úgy az éneklésben, mint igehirdetésben, mint az egész keresztény életben egy boldog, öröm életet kéne élni, hisz az jelenti a boldogság, nem? De viszont ennek vannak túlzásai. Tehát se egyik véglet, se a másik nem jó, itt meg kell találni ezt a helyes középutat, amiben ezt helyesen képviseljük. De viszont maga a hatáskeltést, ezt, hogy visszatérek arra, és itt befejezem ezt a gondolatot, hogy mondtam, hogy az érzelem és az értelem, az egyszerűen egy igehirdetésben is ezt már tárgyaltam egyszer, hogy tehát Sátán, ami érzelmeinket veszi célpontul. Hatás kelt bizonyos szempontból. Érzelem, utána hogy is van már? Igen?
tehát akarok egy példát is adni. Tehát az ember valamire rá akar venni, mert én ezt megteszem. És akkor én ezt úgy érzem, hogy milyen jól érzem én ott magam. De nem gondolkozok, hogy miután én megtettem és jól éreztem magam, milyen következménye lesz annak. És az ember csak utána gondolkodik, és akkor már fogja a fejét, hogy na most akkor mit csináltam, és ez nem volt jó, nem? Gondolok, hogy egy házasságkeresés. Az érzelem, az érzék viszi az embert az irányba, és utána gondolkozó, hogy hát most már akkor mit teszek, már késő, nem? Vagy pedig bármilyen dolog, vagy drog, vagy egy alkoholizmus, vagy bármiből ezt lehet látni. De hogyha az ember előtte gondolkodik, az értelmet helyezik előre, és mérlegeljük a dolgokat, hogy mi van, hogy van, akkor utána, és úgy indulok előre, akkor annak a végső következménye jó érzés lesz, mert hát örülök, hogy a jó vált. Értelemben haladtam előre. Úgyhogy az ember, és ezért nem jó, visszatérek az igehirdetés, és azért nem jó a hatáskeltés az emberekben is, mert akkor jaj, milyen szépen közik, hát jaj, milyen megható volt, jaj, milyen nagy dolgokat mondott, és így, úgyis érzelmileg hat reánk, és akkor úgy hiszük, hogy akkor mint meghalni is készek vagyunk Krisztusért, mint hogy Péter is mondta. De aztán jön a mindennapi élet, és mi történik? Megtagadjuk, mint hogy Péter megtagadta. Tehát ezért nem szabad ezt a hatást gyakorolni igehirdetésben a hallgatósággal, hanem inkább az értelemre hatni. Amikor értelemmel én felfogom, hogy hát mit akar a Jóisten, és az jó nekem, és ez vezeti az én életemet, akkor ennek a végén ott van a jó érzelem, a boldogság és az öröklét. Tehát vigyázzunk, hogy a mindennap életünkben is ne az érzelmeink vezessenek, hanem az értelem vezessen. Persze ezt nehezebb a szószékről úgy átadni, hogy hát felaludjanak el az emberek, vagy tehát tényleg ezt is boldogan add át, minden témát úgy adjál elő, hogy azért értelmes dolgokat mondjál, az értelmét céloz meg az embereknek, ne csupán az érzelmüket, és persze egy kis érzelmi hatás azért van benne, meg nem tudod anélkül elmondani érzéket, de nem lehet jól mondani valamit, de nem lehet, mert kell egy kicsit mosolyogni és valamit tenni annak érdekében, de ez legyen az első. És van, akik egyik irányba mennek, van, akik másik irányba. Most meg kell találni ezt a helyes középutat. De inkább ezt pártolja az egyházunk, hogy a hatást azt azért, tehát mértékkel használjuk, és ne túlzásban. Tehát, de az embernek van egy hiteles kapcsolata Krisztussal, és a Szentlélekkel kapcsolata, ha szereti az igét, akkor próbálja azt, hogy az ige jusson el az emberekhez, és értsék azt meg. Jó, tehát például háromféle dolog, írásmagyarázati, tematikus és elbeszélő prédikációk vannak. Kezdjük az elsővel. Itt már konkrétan tanulunk. Tehát eddig voltunk nagyjából a bevezető jellegű dolog. És írásmagyarázati prédikáció. Tehát ez azt jelenti, hogy van egy bibliai igeszakasz, és a köré építjük a prédikációt. Ez lehet 2-3 vers, vagy lehet egy egész fejezet. Tehát attól függ, hogy mitől elfelel az a gondolat, amit mi szeretnénk a Bibliából elmondani. Egész ritka esetben valamikor egy egész bibliai könyv is lehet ez, de hát ez már, de ez is előfordul, de csak ritkában. Tehát ez azt jelenti, hogy az üzenetét az írásmagyarázati prédikációnak a Szentírásból meríti, és a hallgatóság jelen szükségleteire alkalmazza. Tehát mindig kell figyelni azt, hogy hol élünk, mi a jelen, mi van körülöttünk, milyen befolyások érnek bennünket, és próbálok erre válaszolni. Tehát ezt ebből az ige szakaszból, amit én kerestem, tehát a gyakorlati tanulságokat leszűrni. Ez a prédikáció típus általában követi a Biblia szövegeknek a sorrendjét, támaszt nyújtva az ige hirdetésének. Tehát kiválasztok egy ige szakaszt, és akkor elolvasom, próbálom azt megmagyarázni lényegében, ami az írásban van, de olyan formában, hogy én mai tanulságokat vonjak le, nem hogy majd akkor ki tudja régen mi volt a tanítványokkal, és az semmi közöm nincs nekem ahhoz hozzá. Persze megemlítjük, hogy akkor mi volt, vagy volt, na de az most,
én rám hogy vonatkozik. Tehát szövegről szövegre végig mehetünk, és úgy is mondhatnánk, hogy a három Biblia prédikálás, igehirdetés közül, Biblia magyarázás közül, tehát írás magyarázati tematikus elbeszélő, ezt az írás magyarázati jelleget, tartjuk a legbiblia hűbbnek. Tehát amikor a legjobban konkrétan ragaszkodunk az Isten szavához, és az jut el az emberhez, amit valóban a Jóisten szeretne, hogy az emberhez eljusson. Tehát tanács és konkrét utalás. Van még egy másik dolog is, amikor egy negyedik fajta, itten azt is azért megemlítjük, amikor szöveges prédikációról beszélünk. Vannak, én is beleesek ebbe a hibába. Nem éppen kimondott hima, de nem épp a legjobb dolog. Tehát ezzel a típusú prédikációval azért nem foglalkozunk itt ezen homiletikai tanfolyamon keresztül, mert egyes homiletikusok fellebbeznek ellenővel, úgy tartják, hogy a prédikáló nem az ige üzenetét tolmácsolja, hanem csak trampolinként használja a szöveget saját gondolatainak a bevezetéséül. Igaz, indítok egy bibliaszöveggel, vagy ha nem is indítok, akkor felolvasok egy bibliaszöveget, aztán egy órát prédikálok előtte, meg utána, meg közbe, de ez csak arra volt jó, hogy elindítsak valamit, és aztán én mondom az én saját gondolataimat. Tehát ez nem ajánlott prédikációs stílus, mert lényegében nem az igét magyarázom. Tehát a második, a tematikus prédikáció, ez nem egy konkrét biblia szakasz köré épül, hanem egy adott témából indul ki. Ugyebár téma nagyon, nagyon sok van, lehet hitalapelvi téma, újjászületés, vagy szentélytana, vagy Jézus eljövetele, vagy megtérés, vagy magáról a hitről akarok prédikálni. Tehát választok egy témát, és ugyanakkor vagy az alkalmi prédikációk, igaz, esküvő, úrvacsora, keresség, vagy új év, vagy bármi más, és ezzel megközelítéssel az egész Bibliát kutatjuk egy adott témával kapcsolatosan, és ez van segédanyag, konkordancia, vagy pedig más dolgok, amelyek által gyűjtöm az ismereteket. Tehát van egy témám, gyűjtöm egy hit, és akkor hát akkor én a Bibliában nem azt jelenti, hogy csak 1, 2, 3, 4, 5, 6 verset egymás után tanulmányozok, hanem egy szöveg van az Ószövetségben, ebben a könyvben, a másik szövegben, az Új Szövetségben. Tehát én a témával kapcsolatosan gyűjtöm össze a Biblia szövegeket, ezért nevezik tematikusnak, hogy én ragaszkodom az a témához. Most ez a téma, és az egész Bibliát felforgatom azért, hogy ezzel kapcsolatosan, például annak a témának egy bizonyos fokát megmagyarázom, hogy az egészet akarom, hát akkor lehet, hogy sorozatot tartok, hogy többet beszéljek arra. Még ott például hit nélkül nem lehet Istennek tetszeni, vagy pedig más dolgok, és akkor összegyűjtök több biblia szöveget, és akkor ezzel kapcsolatosan kialakítom a témát, amit mondani akarok. Tehát ez volna a tematikus prédikáció, ellentétben az írás magyarázattal. Szóval a tematikus prédikáció a logika sikeres megértését keresi, és nem egy ige szakaszét. Hát az ember értse meg, hogy most mit jelent az, hogy hit. Értse meg, mit jelent az, hogy Jézus Krisztus a Szentek Szentjében van. És akkor ezt alátámasztod. Értsed meg azt, hogy mi az, hogy megtérés, hogy tudod a bűnt elhagyni. És akkor ezzel kapcsolatosan az ember értelmét, amiről beszéltünk az előbb is. Tehát a megközelítés tanító jellegű, mely az igehirdető részéről jó rendezett elmét és szisztematikus rendszeres gondolkozást igényel. Tehát ez egy kicsit nehezebb prédikációs témák, mármint igehirdetési módszer, ami nem is annyira köti le az embereknek a figyelmét, tehát nehezebb előadni is, mert az egész fejedbe kell legyen az a téma, hogy akkor most hogy is akarom én. Fejedbe kell legyen az is, hogy most hogy fogod átmenni az emberekhez, hogy add át, hogy meg is értsék, mert valamikor az én fejemben van valamit, csak félig mondom el azt a gondolatot,
nem értelünk belőle semmit, hogy én mit akartam, mert nem mondom el a másik felét. Vagy pedig, és a hallgatóság felől is ugyebár egy nagyobb koncentrációt igényel, hogy megértse, hogy mit akarsz te ott mondani. És a harmadik pedig az elbeszélő prédikáció, vagy pedig a narratív prédikáció. És itt pedig ez a mondjuk egyik legfelkapottabb és a legjobb hatását biztosítja az emberek számára, amikor kiválasztok egy szemét a Bibliából, kiválasztok egy bizonyos eseményt a Bibliából, és lényegében követjük a történéseknek a folyását arra a személyre nézve, és úgy próbálom ezt előadni, hogy a hallgatók is belejjék magukat abba a történetbe. És ez a legtöbbet használt prédikáció típus, ami segít az embernek a gyakorlatban is egyik legkönnyebb, de az embereknek is segít a gyakorlatnak a létrehozása mostan. Tehát itt konkrétan arról van szó, hogy elolvasod egy Biblia részt, és akkor azt elmondom még egyszer. Az általában fel szokták olvasni, hogyha egy szakasz is, vagy egy rész is a Bibliából, és utána azt újból elkezded mondani. És akkor szépen elbeszéled, de úgy, hogy olyan légkört teremtsél, vagy olyan hatást keltsél, most már használom még ezt a kifejezést, hogy az illető beleképzelje magát a Bibliába. Igaz? Például elképzeljük azt, hogy Jézus Krisztus kiment a tenger partjára, csodálatos naplemente volt, és csillogott a galileai tengeren a napnak a sugarai, és akkor Jézus Krisztus ott egymagában sétálgatott parton, és akkor próbált elmondani, hogy csendes magányában, és hogy milyen a lágy szellem simogatta az arcát. Tehát, hogy olyan dolgokat mondasz, és persze aztán mész az eseménnyel tovább, és akkor várta azt, vagy a háború tengerről beszélsz, vagy arról beszélsz, hogy akkor aztán akkor már hajnalról beszélsz, akkor nem naplementéről, vagy jöttek a kanimilányok, szépen elmondanék, de időközönként megáll az ember, és csepegtet lelki tanúságokat. Tehát ez például nálam mit jelent ez? Az mit jelent ez? Az, hova akart, akkor mit lehet abból megérteni? Tehát Péter például a múltkor is volt egy ilyen prédikáció, amikor nem tudom, hol tartotta már, amikor maga, ugyebár Péter is halászott, és akkor ott volt Jézus Krisztus mellett a csónakban, és akkor hallotta a tanítását Jézusnak, és ő rá is milyen hatása volt, és hogy mi is mindig Jézus Krisztus mellett kell legyünk, és egészen a közelébe kell legyünk, hogy szüntelen érezzük az ő vezetését. És akkor tehát mindig aktualizálni az én saját helyzetemben nézve, és ezt szeretik a legjobban az emberek. Ezt szeretik a legjobban. Feleségem sokszor mondja, hogy hát inkább ilyen jellegű prédikációkat tartsák, mert ezek jobban lekötik az emberek figyelmét, és lelki tanúságok is valamit visznek haza az emberek belőle. Tehát mind a három fajtának vannak előnyei és vannak hátrányai. És még ezt fogjuk megnézni, és aztán ennyi is lesz a mai óránk, hogy például az írásmagyarázati prédikációnak az előnye, tehát az az előnye, hogy nagyon biblikus, tehát nagyon bibliahű, és a Bibliát próbálja átadni az embereknek. Tehát több tekintélyt ad az üzenetnek, mivel szorosan alátámasztja azt a szent szöveggel. Tehát mindig ott van, hogy ezt mondja az írás, és látjuk, hogy a Jóisten mit mond nekünk. Tehát a hallgatók figyelmét a Biblia tanulmányozására serkenti, tehát ez is egy nagyon fontos dolog, és legjobban segít a prédikálónak is, hogy növekedjen az Isten igének a megismerésében, mert lényegében te is kutatod a Bibliát, te is olvasod, és gondolkozol rajta, amikor készíted a prédikációt, hogy hát akkor mit is akar itt a Jóisten mondani akkor, és mit akar mondani most. És ez is egy fontos dolog, tehát mindenkit, a hallgatókat is, és az embert is segíti. A tematikus prédikációnak az előnyei,
hogy Isten igazságára nézve a hallgatók a rendszeres látásmódot fejlesztik ki. Igaz? Tehát a hittel kapcsolatosan, Jézus eljövetelével kapcsolatosan, hogy is van az egész szentélytan, hogy végzi Isten a megváltás munkáját érettünk, tehát egy ilyen átfogó képet kapsz arról a bizonyos tematikáról, tehát ez segít neked, hogy jobban felfogjad a dolgokat, és a hívők hitének alapot biztosít. Tehát tudom, hogy miben hiszek, tudom, hogy mi az, hogy Isten megbocsátja a bűneimet, tudom azt, hogy kell a bűneimet elrendezni, tehát mindegyiknek tudod a lényegét, és ez mind az a Bibliára alapozódik. És van az elbeszélő, amiről az előbb is beszéltünk, ennek előnye az, hogy tehát egyszerűen könnyű figyelemmel kísérni, a fiatalok és gyerekek is sokkal jobban figyelemmel kísérik. Azt mondja, a képzelet által vezeti a hallgatót a bibliai hithősöknek a világába. Tehát így a Biblia a hallgatóknak a világába válik, nem tudom belecsöppenni a történetbe. Ugye a gyerekek is azért szeretik elmesélni egy bibliai történetet. Általában ezt a fajta prédikációs stílust használjuk, hogy a gyerekeknek is az ő nyelvükön, de lényegében ilyen elbeszélő prédikációt tartunk nekik, mert beleképzelik magukat az eseménybe. Még képekkel is segítünk, sokszor még itt bent is, annak érdekében, hogy jobban beleképzeljük magunkat. És ebbképpen kialakul egy érzékeny egység az ember és az írás között. Tehát bele csöppensz a Biblia világába, szinte ott érzed magad, akár a galileai tengerparton, vagy a hegyi beszédben, a tömegben, mint egy ember, és hallgatod Jézus Krisztust, és ott vagy benne, és így közel kerülsz az Isten beszédéhez és az íráshoz. Na de minden prédikáció típusnak vannak hátránya is. Tehát nem csak előnyök vannak, hanem hátrányok. Tehát az írásmagyarázati prédikációnak a hátránya, hogy az ige hirdető számára kísértés, hogy az ige szakasz magyarázása a szöveg elemzés játékába torkoljon. Ez kicsit furcsán hangzik, de hadd olvassam tovább, és azt elmagyarázzuk. Tehát összekeverve a középpontot az elemzés, exegézis, vagyis a céllal, mi is történik itt. Tehát annyira, lehet, aki prédikál, annyira szeretné pontosan elmondani, annyira, hogy most például néha szoktunk azt is mondani, hogy görögül, vagy héberül mit jelent, és akkor belemész ennek hogy az a kis szótag a végén, hogyha ott van a görögbe, akkor az ezt jelenti, és ez így jelenti, és úgy, és akkor szép dolog ez látni, hogy hogy is alakul, és hogy bomlik ki a Biblia, de viszont annyira bele mehetsz ebbe az aprólékos száraz értelmezésébe és részletezésébe, hogy hát nincs semmi haszna ennek lényegében, nem visznek haza semmit belőle. A prédikáció csak tájékoztató jellegűvé válik, semmi gyakorlat nincs benne, és lényegében a teológiai gondolatmenet átvesz egy gyakorlat helyét. Tehát csak elmélet, és haza pedig nem viszünk semmit. Tehát átmehet egy ilyenbe, hogyha nem vigyáz az ember. Tehát a kereszténység az azt jelenti, hogy a teológia alkalmazása a gyakorlat életben. És hogyha csak teológiánál maradunk, és nincs semmi gyakorlat, akkor hiába volt az egész prédikáció. Tehát könnyen ellaposodhat, felületessé válhat azáltal, hogy az igehirdető nem mélyíti el az üzenetet, oda jutva, hogy semmi többet nem közöl, mint az ige szakasz egyszerű elolvasása. Lényegében csak olvastuk és mondott valamit, de haza nem vittünk semmit. De a legnagyobb veszély az egységnek a hiánya, tehát nincs egy vezérfonal, nincs egy egyedi téma, hanem itt egy kicsi, ott egy kicsi, amott egy kicsi, itt is mond valamit, de nincs változás. Tehát ugyanaz az a gondolat, amit az előbb is említettem. Tehát a tematikus prédikációnak is lehetnek hátrányai, tehát az igényedető oda juthat, hogy túlságosan sokat függjön a Biblián kívüli forrásoktól, különböző írók, egyházak gondolatai, vagy egyházon belül és kívül levő írókról beszélünk, túlzottan értelmiségivé váljon, tehát belefulladva az álérvelésnek, tudománykodásába, tehát már
túl magas szintre akarja vinni ezt a tematikát, hogy megmagyaráld a hitet, hogy megmagyaráld ezt a fogalmat, azt a fogalmat, innen idézel, onnan idézel, és megint olyan dolgok lesznek, amelyek nem hasznosak a tagok számára. Tehát a hátránya még az, hogy egy leegyszerűsítő gondolkozás esete lehetőséget ad az igehirdetőnek, hogy félre magyaráz az igét, kivéve a szöveget a szövegkörnyezetből, és ezzel rövid záratot okozva a tanításban. Talán, hogy valaki kiragad egy szöveget, nem a szövegkörnyezetből, és akkor olyan formában mondja, elmagyarázza, mert ez így szólt hozzá, az úgy szólt hozzá, ez így értelmezte, az úgy értelmezte, hogy egészen nem az jön ki belőle, amit a Jóisten akart az embereknek közölni ezen keresztül. Mindezek mellett annak ellenére, hogy helyes tematikus egységet alkot a prédikáció, nagyon sokszor mégis hiányzik belőle az üzenet. Tehát lehet, van egy szép téma, de üzenet nincsen benne. És az utolsó gondolat pedig, tehát az elbeszélő prédikációnak is lehet hátránya, esetleg könnyen egyszerű szórakozássá válhat, ami fenntartja a figyelmet. Igen, elmeséljük, de semmi új világosság nincs benne. Szépen elmondtuk azt, amit a Biblia leírt, még egyszer kicsit kidíszítettük, hogy tényleg fúj a szél, meg jó szép naplemente, és ilyeneket is mondhatunk bele, de hogyha csupán így kiszínezzük, nem maradunk többel, mint pusztán a történettel. Azt mondja, a minél szebb elbeszélés és mesélés miatt figyelmen kívül marad és háttérbe szorul az igének a tanítása és annak az átadása. Törekszel arra, hogy minél szebben mondjad, minél díszesebben mondjad, minél csodálatosabban, minél jobban lekössed az emberek figyelmét, és háttérben marad az, hogy valami lelki tanulság is előjön belőle. Tehát ez is egy hátrány. És lényegében ezzel vége volna itt ennek a gondolatnak. Ha vannak kérdéseitek ezzel kapcsolatosan. Ez egy kicsit elméleti volt most jobban, de szeretném, hogy gyakorlatilabbá tenni. Tessék! Van. Igen, ez merült fel például a múltkor is, az ÁBA is, amikor vettük, hogy a tematikus nem igen van kombinálva. Tematikus az általában egy téma, és akkor, hát hogyha az ember beáll a témára, akkor ott élik, hogy beírjuk menjen, igaz? Mert ott már nincs hely, hogy még mást is bele-bele szúrjál. De viszont az elbeszélő és az írásmagyarázati jellegű prédikációt, ezt nagyon sokszor kombináljuk. Én is sokszor szoktam kombinálni, és általában ezt sokan úgy mondták, hogy kicsit nehéz is, megkülönböztetni a kettőt egymástól. Nehéz is, mert ebben is egy történetről beszélsz, abban is egy történetről beszélsz. Az egyik inkább csak a történet elbeszélésére utal, és itt-ott csepegtetsz, vagy kiemelsz belőle lelki mélységeket, vagy amire érdemes odafigyelni, de mindjárt folyik a történet. És a másikban pedig, és általában nem szokott ugyancsak erre, hogy mondjam, csak erre épülni egy elbeszélő prédikációra egy prédikáció, hanem van ilyen része is, de azért van írásmagyarázati része is. Mert még innen is veszünk egy igei gondolatot, onnan is veszünk, alátámasztjuk, és kombinálható ez, és nincs semmi probléma vele. Igen. Hát majd konkrétabban bele fogunk menni, hogy is kell egy ilyet elkészíteni, hogy is kell egy olyat, egy amolyat elkészíteni, milyen anyagok vannak hozzá. Nem, tehát általában, amikor készíti az ember, utána
jön rá, hogy miért is akar. Amikor jó, hogy lehet, aki elvégzett már egy bizonyos iskolát, vagy teológiát, akkor már úgy indul hozzá igazán egy ilyen képzéshez, de majd ti nektek is már ezek is tanfolyam után ki fog alakulni, na most körülbelül milyen stílusú prédikációt tartok én. De általában az emberben mindig meg kell fogalmazódjon az, hogy te mire indít engem a lélek, miről akarok én beszélni, mi a szüksége a gyülekezetnek, hogy én szerintem mi volna nekik szükségük, és akkor lehet, hogy megfogalmazok egy címet, vagy van egy gondolat bennem, és akkor a köré építem a prédikációt. Igen, tehát például nagyon nagy tanulság, vagy nem hasznos dolog, egy ilyen konkordancia. De már nem kell így cipelni, mert már beírjátok az internetre, és akkor keresés a Bibliában, vagy pedig bibliai konkordancia, beírtok egy szót, amit kerestek, és tehát nagyon sok biblia szöveg kijön belőle. Ez is egy nagyon értékes kis könyvecske, Biblia fogalmi szókönyv. Ez egy kicsit ez egy református kiadás, tehát nem használok én se csak adventista dolgokat, de viszont ebben nincsen semmi más tanítás, csak például bölcsességről akarok valamit, akkor össze van szedve a bölcsességről egy jó ilyen ígéves. Akarok a hitről valamit, akarok például Jézus is a bőjt, akkor, vagy pedig akármilyen más. Ilyen ABC sorrendben vannak a témák, a szeretettel, a öregség, öröm, nagyon sok-sok téma, és végig dugig-dugig van biblia szövegekkel egy adott kis címszó alatt, és rettentő könnyű egy témával kapcsolatosan felkészülni. Igen, hát persze ez volna lényegében a végkiteljesedés, a csúcsa mindennek, hogy egy ilyenben is tudjunk fejlődni, de viszont házi feladat is van. Tehát nem adok más házi feladatot, mint a másik helyen, amit adtak házi feladatot, a mindegyik ilyen hasonló gyűlésen. Hát a jövő órára van egy hónapunk. Mindenki készíthet egy tematikus, narratív, és egy elbeszélő, és egy írásmagyarázati jellegű prédikációt. Igen, írásban, szó szerint. A4-es oldal, mindkét fele, annál hosszabb nem kell. Tehát nem tudom, milyen témában csak. A lényeg az, hogy próbáljátok annak az adott típusú témának a módján előkészíteni azt a prédikációt. Tehát ha tematikus, akkor kiválasztom a hit. És akkor a hittel kapcsolatosan, de mintha te azt elmondanád, tehát mintha próbáljunk szó szerinti változatba elmondani, mintha én elmondanám azt a bizonyos dolgot, és elprédikálnám, tehát úgy összeszedve a gondolatokat szépen összefűzni, innen egy biblia szöveg, onnan egy biblia szöveg, amonnan egy, összekötni, valamit mondja a hitről. Ha nem is fejezed be, mondjuk úgy magát a témát, csak hogy lássuk azt, hogy elindultál azon a valadon, érted, hogy mit jelent az, hogy tematikus prédikáció. Akkor ugyanúgy válasz egy történetet, vagy egy személyt, mint egy Dávidról, mint Józsefről. És akkor próbáld a biblia szöveg alapján tehát elmesélni azt a bizonyos történetet, most nem pont úgy, mint a Bibliában van, tehát egy kicsit színesebbé tenni, és persze itt-ott beleszúrni egy kis lelki tanulságot, hogy na most hogy is van, mint is van.
És ugyanígy a harmadikkal, ami már az írás magyarázati jellegű, az egy kicsit talán a legnehezebb ügy a kettő között, de mégis próbálkozzunk. Persze, hogy lehet. Tehát maga, amikor egy prédikációt elkészítünk, tehát most is mondtam, tehát ott van a konkordancia, vagy... Tehát a Bibliában az összes szó betűrendben össze van szedve. Tehát kezdődik a legelső szóval, tehát A betűvel kezdünk, és akkor ez az első szó a Bibliában, hogy Abbadon, aztán Abakta, tehát itt mosó, ezek pont itt ilyen nevek, de amelyik szó szerepel a Bibliában, hányszor szerepel és hol szerepel, azt itt megtalálod. Például azt akarod megkeresni, hogy aképpen. Ez a szó, ennyit jut eszed a Biblia szövegből, hogy aképpen. Akkor szépen kikeresed, hogy aképpen, és itt megvan Mózes első könyvétől egészen jelenésekig. Itt van, hogy 25-30 szó, amiben ott van mindig középen, majd a végén idejesz, és akkor megnézed, hogy aképpen. Vagy pedig bármilyen szó, bármilyen szót, és így könnyen meg tudod találni a Bibliában, hogy na. És akkor itt van egy kicsike, ha az interneten mész, ott az egész Biblia szöveg ott van hely. De itt csak mindig az előtte 3-4 szó, meg utána 3-4 szó, és középen van az a szó, amit te keresel, hogy ügyöd be az alapsítan, hogy hol van. Tehát ez is segít a konkordancia. Tehát, és ugyanakkor a profitaság lelke. De bájtesvénő iratai, Jézus élete, pátriárkák, proféták, nagy küzdelem, ezek a könyvek, de főleg nem is a nagy küzdelem, hanem a többi, ami a apostolok cselekedete, amik végig meséli a Biblia történelmét, igaz? Tehát azokból is olvasva egyet, mit mondott Faragó testvér? Miből készítsél prédikációt? Még emlékszel? A Jézus megkísértésével foglalkozni. Igen, tehát, hogy Faragó testvér ajánlotta, hogy ne is fogjon neki prédikálni, stb. És akkor többek között ezt mondtam, mert azt mondja, hogy akárhányszor elolvassuk, mindig találsz benne új gondolatot, új témát. Tehát én nagyon sokszor csináltam új prédikációmat, hogy vettem egy fejezetet, olvasgattam, hogy gondoltam én, hogy azzal kapcsolatosan akarok én valamit, hát hol kapok anyagot hozzá, mint a profétaság lelkébe a Biblián kívül, ami kicsit bővíti a gondolkozásunkat, és nekem rengeteg prédikáció lényegében onnan meríti az ember a gondolatokat, a mélységeket a prédikációnak, és elvisz téged is egy irányba, és akkor tudod még azt tágítani, bővíteni, tehát ilyen helyen kell keresgélni. Na, tehát próbáljátok ezt meg. Most nem akarom azt mondani, hogy mert na, egy kicsit már eltelt az idő és hosszas volt, de például másik helyen, vagy esetleg más alkalommal lehet rövidebb ez az első rész, amiket itt mondok, és akkor már itt helyben próbálunk valami gyakorlatot is végezni, mert úgy volt, aztán felosztották őket csoportokra, itt is voltak 4-5-en, ott is 4-5-en, és akkor na, te csinálsz, most ott helyben egy elbeszélőt, tematikust, és összedugták a fejüket, és volt egy 20 perc rá, és mikor nagyjából ottan leírták, egyik ki kellett álljon, és már is kellett előskedjet adja. Na, úgyhogy nem akarok most ilyen helyzetbe belevinni benneteket, de például lehet azt vállalni, hogy jövő órán már egyik őtök, másik ótok elő is ad egyet abból, amit előkészített. Hát még jövünk a többi órákra, és akkor erről is tanulunk. Most inkább volt. Igen, tehát hogyha többet élesben lenni, többet éles helyzetben lenni, többet gyakorolni, tehát a gyakorlat teszi az embert mesterré, így szokták mondani. Tehát a félelmeinket is le kell küzdeni. Emlékszem, és azért, tehát most nem csak veletek, hanem próbáljuk ugyanezt, én
gyerekeinkkel próbáljam, és időt kell szakítsak arra, hogy a gyerekeinkkel is, akik már kicsit már nagyobb bacskák, nem mint a te kicsid, hanem ugyebár vannak a Renáta, meg a többiek, hogy azoknak is próbáljak segíteni, és meg vannak a nagyobb ifjak is, hogyha most egy páron eljöttetek, de majd lehet, hogy kitaláljuk azt, hogy ugyanezt valahogy megtartsam majd a nagyobbaknak is, csak a fiataloknak összeszedjük őket, és ha nem is ilyen részletesen, de kicsit valamit nyújtsak nekik, hogy az én fiaim is, tehát hogy álljanak ki, és éljék át azt, hogy itt állok a gyülekezet előtt, és akkor nem hiszem, itt voltunk, mikor kiálltak, igaz, a kicsik is mondanak egy verset, még elsírja magát, még mit tudom én gondolok a régi időre, és tudom én is azt, hogy itt valahol itt volt, amikor a legelső emlékedésemet, itt egy kis asztalnál 5 percesemet megtartottam, nem tudom, miről tartom, Sámsonról tartottam, az más volt, az a ki mit tudod. Na, az volt. Nem jut eszünk benne. A lényeg az, hogy hát nagyon nehéz volt, és a másik mellett volt a Szilágyi, Ernő Szilágyi öcsi elsírta magát. Igaz, irgalmas samaritánus, igen, irgalmas samaritánus volt. Na, tehát, és akkor át kellett élni gyerek fejjel ezt az egészet, és aztán megszokja az ember, igaz? Akkor úgy gondoltam én azt, hogy még milyen sokat fogok itt fejlikálni. Hát nem tudom, hány voltam, hát olyan... Nem tudom, ott körül voltunk, amikor ezeket elkezdtük. Hat körül, mert Száztesi itt volt 7 éves koromban, 5-14 éves korig. Na, ugye a kettő között már nagyobb bacskák kezdtünk lenni, már akkor már tudtuk már ezeket. Na, aztán többször volt ez, csak mikor a legelső. Na. Úgyhogy kell élesbe is menni, úgyhogy akkor tudja mindenki, mi a feladat, hogy mi van órára. Próbáljátok meg, hogyha nem sikerül mind a hárman, de legalább kettőbe azért próbáljátok helytállni. És abból egyikbe, amikbe úgy érzitek, hogy biztosabbak vagytok, hogy még hogyha azt mondjuk, hogy ne is mondjátok végig, mert nem biztos, hogy most végig hallgassuk itt az egészet, de na, lássuk azt, hogy elkezditek, és milyen az, amikor elkezditek. Tehát nem ellen is oda, tehát az a maximum. Igen. Na jó, köszönöm szépen a figyelmet. Még van kérdés? Figyeljetek ide, ameddig prédikációt tanulunk, minket is így tanítottak teológián, tehát lehet többféleképpen is leírni. Most ajánlott, hogy próbáltok szóró-szóra leírni, szóró-szóra. Emellett csinálhattok egy rövidebb vázlatot is. És hogyha amikor elő akarod adni, akkor a rövidebb vázlat van előtted, mert már te tudod a menetet, az nagyon jó. De azért fontos, hogy szóró-szóra, velünk több prédikációt leírtak szóró-szóra, és még most is nem árt, hogyha néha nekifogok és szóró-szóra leírok egy prédikációt, mert ez segít, hogy akkor tudod, hogy végig követed a gondolatmenetet, nem csak ide teszek egy szöveget, tudod, aztán majd kalandozok én, amelyre még, mert kell a léleknek is helyet adni, hogy a Szentlélek is dolgozzon. De viszont ameddig tanul az ember, addig jó, hogyha egy párszor ezt megcsináljuk. Nem is mindig, de 2-3-4 ezt azért meg kéne csinálni. Saját magunk fejlődése szempontjából. Jó? Még valaki? Na, köszönöm szépen a figyelmet. Sajnálom, hogy nem jöttetek egy kicsit hamarabb.
Mi 10 órakor kezdtünk, akkor kezdtünk misszióval, és aztán 12 órától pedig homiletikával, és lehet körülbelül így lesz az arány, ott körül, 3-4-12-ig biztos mindig eltart a misszió, és aztán pedig egy kis ilyen képzés. De szeretettel várunk máskor is, és hívjuk másokat is, tehát minden hónap első szombat utáni vasárnap. Tehát minden hónap első szombat utáni. Mi kezdődik az új hónap, első szombat, hogy akkor másnap már itt találkozunk. Tehát azt hiszem úgy volt kijelentve a Diószegen, hogy minden vasárnap lesz, nem lesz minden vasárnap, csak minden hónap első szombat utáni vasárnap. Néhetek, hogy egy imával fejezzük be, jó?